Egy nagy halszállító tartályban kezdték a szerda reggelt a pontyok, később azonban már a bújtosító vizében úszkáltak. Idén is a Nyírvévé Nonprofit Kft. Telepítette a halakat a tóba. Nyíregyháza Városa Önkormányzatának környezetvédelmi alapja támogatásával az idei évben is 1400 kg ponty lett telepítve a bújtosítóba, biztosítva így a horgászat szerelmesének arról, hogy kapásuk is legyen a horgászás során. Évente egy alkalommal telepítünk halat, természetesen ez a város finanszírozásában. A horgászegyesület emellett azért többször telepített már halat az idejében a tóba, biztosítva így a horgászatot is, valamint biztosítva így a tóvizének a tisztítását ezzel. A ponty eredeti őshazája Ázsia, de tenyésztési célra máshová is betelepítették, így ma már gyakorlatilag minden földrész édesvizeiben megtalálható. Magyarországon a horgászok mintegy 85%-a ponyhorgász. A halfaj maximális súlya a régióban 25-30 kg, hossza pedig akár 1 méter is lehet. A bújtosítóban most 3 nyaras halakat telepítettek, amelyek most 2,5 kg-osak. A horgászok itt többet fognak ki belőlük, mint ahogy szaporodnak, ezért szükséges a rendszeres telepítés. De a pontyokon kívül más halak is úszkálnak a tóban. Feltetően kárász, ezüst kárász mindenképpen van, sajnos biztos van benne törpeharcsa is, aminek nem szoktunk örülni. Ők gátolják a szaporodást, tehát nagyon csúnyán viselkednek a szaporodások során, de lehet, van benne csuka is, azt is pótolni kell, mert a csuka az jól fogható hal, és én úgy gondolom, hogy süllő is van benne, különösen ott, ahol megfelelő oxigén van a vízben, de látom, hogy itt eléggé jól gondoskodnak arról, hogy legyen oxigén a halnak, úgyhogy biztos ez is megtalálható. Szerintem a harcsa az nem nagyon van benne, de az nem is hiányzik, mert nagy kárt szokott csinálni egy ilyen kis zárt vízben. A biztos kapás érdekében nem csak a Nyírvévé telepít évente halakat, hanem a Bújtos Sporthorgászat és Tájvédelmi Egyesület is. Idén már 40 más a halat biztosított a több mint 200 horgásztagnak a 20 éves egyesület. Vannak sporthorgászaink, akik csak tényleg horgásznak, meg visszengedik a halat, vannak úgynevezett húshorgászok, akik elviszik a halat, de hát azért fizetik a tagságot, meg azért fizetik a napi jegyet, meg a területengedélyt, hogyha kell neki hal, természetesen vigyék el. Egy területi engedéllyel gyakorlatilag 80 kg halat foghat. 40 kg nem esett, meg 40 kg egyéb halat foghat. A halállomány egyensúlyban tartása érdekében a Nyírvévé idén ősszel még további 100 kg csukát telepít majd a bújtosítóba.